Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A színeket hozzátok be a mappából, adjátok hozzá az egyéni színekhez, amit én már megtettem. A fehéret nem tettem be a mappába a színek közé, mert az magától érthető, bocsánat, mindenkinek megvan. Na most, nyitunk egy 900x600-as üres lapot, és elkezdjük szűrők, Móramester, Clued. Itt beállítjuk a színeinket, előszín és a hátszín, majd leokéztük. Most pedig szűrők, elmosás, gauz elmosás egy 50-essel. Oké. Okay. Menjünk ide rá a deformációra. Hagyjuk a hullámokon. A vízszintes értéket feltesszük 64-re. A függőlegeset ugyancsak 64-re. És a vízszintes intenzitást pedig 110-re. Hagyjuk az ívelten, és leokéztük. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel egyszer. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel még egyszer. És szűrők, domborítjuk domborítással. Most bemenjünk a szűrők, a Redfield, és innen a Fractalius. Ezt fel fogom tölteni nektek a mappába. Itt alól kiválasszuk a Glow 100. Így. És itt, ahol van a Radius, feltesszük mind a kettőt 100-ra. És a zölddel leokéztük. Várjuk, amíg elvégzi. Egy kicsit lassan megy, de várunk vele. Így. Na most. Kijelölés, összes kijelölés. Kijelölés, összehúzás 50. Leokéztük, és ezt megkettőzzük. Szűrők, a Frames. Fotoframe, itt a 40-et váltsuk át 70-re, és a mattét pedig 30-ra, és oké. Okay. Na most, vegyük a kijelölőt és a téglalapot, és itt a közepét kijelöljük, így. Szűrők, elmosás, egy gauss elmosás 50-nel. Oké. Okay. Kijelölés, réteg kiválasztás. Kijelölés, növeszt 25-tel. Oké. Okay. Behozunk egy réteg új üreset. Leokéztük, megjelenítjük a kijelölőt, és most ezt kitöltjük a fehér színnel. Kijelölés, elrejtése. Ezt a réteget középre helyezzük, a piros alá. Na most, bemenjünk a mappába, és megnyitjuk a virágot, amit kimásolunk. Fellépünk felső réteghez, és beillesszük új rétegként. Majd a virágot úgy helyezzük el, hogy itt is a szaggatott vonal a fehéren van, itt is, mindenfele, de réteg méretezéssel, az arányok megtartásánál kivesszük a pipát, itt bejebb hozzuk, egész a fehér csíkon beülik. És rögzítés. A normál keverékmódot
váltsuk át lágy fényre. Ezt a réteget megkettőzzük, majd a kettőt egyesítjük. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Lépjünk rá a második rétegünkre. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr. Adjunk neki egy 5-ös külső elmosást fehér színnel, és oké. Kijelölés, elrejtése. Visszalépünk a felső rétegre, egyesítjük az előző réteggel, majd újra egyesít az előző réteggel. Ezt szabad átalakítással tegyük 80-ra. Oké. A virág már nem kell, ezért ezt be is zárjuk. Most a mappából behozzuk ezt az Any Dísz, amit kimásolunk, ide beillesztünk új rétegként, majd megfogjuk, és ide fejűre elhelyezzük. Megkettőzés. Én használom a billentyűzetnek a jobb felőli gombot, és arrébb teszem. Így. Majd újra megkettőzés. Ezt is arrébb viszem. Összesen 5 darabunk kell legyen fent. Így. Majd újra megkettőz. Ez a negyedik. És még egyszer megkettőz. Ez már lesz az ötödik. Így. Majd egyesít az előzővel, egyesít az előzővel, egyesít az előzővel, és újra egyesít az előzővel. Most egy kicsit arrébb teszem, hogy középen, körülbelül középen helyezkedjen el. Ezt megkettőzzük, a függőleges tükrözéssel átdobjuk, és alulra lehelyezzük, de én ezt is a billentyűzettel lefele viszem. Így. Mert így könnyebb, és biztos vagyok benne, hogy pont nem mozdul el. Még. Hát így jó lesz. Meg is nézzük, igen. A kettőt egyesítjük egymással. Most újra az egerünkbe benne van, és beillesszük ezt a díszt, majd 90 fokkal jobbra átfordítjuk, és megfogjuk, és ide tesszük a jobb oldalára a keretnek. Majd megkettőzés, itt 3 darabunk kell legyen, ugyancsak a billentyűzetnek a lefele való gombjával, és újra megkettőz. Így, hát azért ez egy kicsit menjen fejebb, majd ezt a 3-at is egyesítem, elhelyezem középre, hogy körülbelül középen legyen, így, majd újra megkettőzöm, a függőleg viszintes tükrözéssel átdobom, és a billentyűzettel átteszem ezt is a másik oldalára. Tehát ez egy olyan, mint egy csipke dísz. Így. Megnézzük, hogy jó lesz. Jó. Most egyesít az előzővel, és egyesít az előzővel. A beállításokkal adunk neki egy árnyékot. Legyen 7-7, a százalékot vegyük le 50-re, és a sugár maradhat 7-es, és leokéztük. Ezt a réteget helyezzük el a keretünk alá. A keretet egyesítjük az előző réteggel. A dísz már nem kell, ezért ezt bezárjuk. Most pedig behozzuk a mappából az írást,
Izának az írása. Innen megfogjuk és kitörjük a szignóját, mert azt nem tesszük be. Kijelölés, réteg kiválasztás, majd másolás, és ide behelyezzük új rétegén, amit szabad átalakítással 120-ra teszünk, oké, és úgy helyezétek el ezt az írást, hogy itt legyen a fehér keretnél. Így. Majd, ha kell, még tudunk rajta mozdítani. Lépjünk rá a háttérre. Kép, külső keret. Egy kettest adjunk. Inkább egyet. Maradhat a kettes a fehér színnel. Oké. Kép, külső keret. Innen vegyük ezt a sötét bordót. Egy ötös. Oké. És kép, külső keret, egy 50-es, de most ugyancsak a fehér színnel. Az írása kell, már ezért ezt bezártuk. Most pedig behozzuk a mappából a csajt, nem tudom kié. Kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként, felvisszük felső rétegnek, majd szabad átalakítással tegyük 150-re, helyezzük el a képünknek a jobb oldalára. Na hát nem akar látom úgy menni, hogy én szeretném. Hát akkor a gombokkal, úgy. Az írást megfogom, és még egy icipicit körülbelül így. Ugye azért látszódjon itt az E betűnek a vége, erre oda helyezem. Most pedig ezt egyesítem az előző réteggel. Lépjünk rá a csajra. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt, 12-vel élesítem. A beállításokkal adunk neki egy árnyékot, az legyen 5-5. 50%, és a sugarat tegyük 25-re, oké, árnyék egyesítés, és újra a beállítások, árnyékolás, most pedig mínusz 5, és mínusz 5, oké, és árnyék egyesítés. Réteg, egyesít minden réteggel, a képet méretezzük 800 pixelre, most pedig bemenjünk a szűrők, szero és a porcelánra, hagyjuk ezt a beállítást és oké. Hát ennyi volt a mai leckénk is. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönöm az eddigi elkészített képeket. Egy nagyon szép napot kívánok nektek. Közben mindenki rakja rá a szignót, azt elfejtettem mondani. Sziasztok!